Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi Naplóban. 33. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Bonyhádi siker a párizsi földrajzversenyen. Őszre minden eddig megkezdett útfelújítási munkálat befejeződik Bonyhádon. Bajban van a szarvasmarha ágazat, hangzott el a szakmai tanácskozáson. A 33. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medence több helyszínén zajló Bukovinai Találkozások nevű folklorfesztivált. A programsorozat legfontosabb hazai állomása idén is Bonyhád volt. A rendezvényen 24 hazai és határon túli hagyományőrző csoport vett részt. Augusztus 5-én pénteken vette kezdetét az immár 33. alkalommal megrendezett Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A hagyományhoz híven az első nap a hivatalos megnyitóé, ahol a szervezők köszöntik a külhoni, külföldi és a hazai megjelenteket. A fesztivál végül is fontos eseménye a megnyitó, hiszen így ad keretet az egész programunknak, és ezzel tulajdonképpen egy ünnepélyessé teszi az egész programot. Úgyhogy a mai nap igyekszünk egy kis ízelítőt adni a három nap műsoraiból. Természetesen ugye itt az időt azért figyelnünk kell, nem szeretnénk megterhelni se a közönséget, se a szereplőket, hiszen messziről jöttek sokan, és hát fáradtak. De örömmel vállalják mindig a megnyitón való szereplést, így a marosludasiak is többek között, valamint a székelykevei citerások is szerepelni fognak, és természetesen a külföldi csoportokból a román, illetve a lengyel csoportok is részesei lesznek a mai műsornak. Az eseményen többek között a Nyisztor Bertalan népdalénekesi verseny díjait is átadták. Tulajdonképpen ez a második alkalom, hogy megrendezzük. És hát mivel ugye a vírus miatt nem tudtuk átadni a díjakat, valamint az egész megrendezése is ugye online módon történt, így kerestük a helyét, hogy hol tudjuk egy ünnepélyes keretek között átadni a díjazottaknak a díjakat. Hát ezt találtuk, ugye sajnos itt most van a lehetőség, és ezt sajnáljuk, hogy szegények most kapják csak meg, de hát azért természetesen értesítve voltak, hogy ki milyen eredménnyel szerepelt. És hát most igyekszünk mindenkinek mintául szolgálva átadni, és ösztönözni arra, hogy a következőkben is részt vegyenek. Ugyanúgy a népdalénekesi versenyen, valamint majd az idei évben megrendezendő szóló néptánc versenyen is. Illés Tibor elmondta, hogy idén összesen 24 csoport tudott részt venni a fesztiválon. Igen, vannak hazai csoportok is jelezték, hogy hát sajnos itt már úgy látszik, megint kezdődik előről a mókuskerék, hogy lebetegedtek, és így nem tudják vállalni, illetve kevés létszámmal meg nem szerettek volna itt lenni. És hát ahogy említettem már ugye korábban, ahogy az ukrán partnereink sem tudják, ugye természetesen, vagy sajnálatos inkább, úgy mondom, hogy nem tudnak részesei lenni a mai programban. Ez az egész fesztiválnak talán ez a lényege, hogy tényleg egyfajta a hagyományőrzésen kívül egyfajta egy ilyen kötetlen barátságok kapcsolatteremtés születhessen. A programhoz a Magyarság háza is hozzájárult Tamási Áron székely magyar író életét és munkásságát bemutató kiállítással. A plakátok gazdag képanyaggal ismertetik az erdélyi farkaslaka szülöttének pályáját. Azon szerencsések egyike vagyok, akik 33 évvel ezelőtt
is már részese lehetett ezeknek a fesztiválok egyikének, másikának, külföldön is és Magyarországon is, és azt hiszem, hogy ez az évben egy biztos pont minden székely és nem székely számára itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, hiszen szerintem a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál egyedülálló abban az értelemben, hogy itt lengyelek, ukránok, románok és külhoni magyar székely csoportok együtt szerepelhetnek a Bonyhád és környéki Bács-Kiskun megyei, hertelendi falvi székelykevei, tehát az aldunai, illetve a dél-erdélyi székely együttesekkel, hogy egy színpadon több napon keresztül együtt tudnak lenni. Barka, barka, rokolyámnak elszakadt a ránca, lengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba. Szombaton a fesztivál leglátványosabb részeként viseletben énekelve vonult fel a bukovinai találkozásokon idén résztvevő 24 hagyományőrző egyesület. Útközben többször is megálltak és tánccal szórakoztatták a nézőket. A felvonulók hónapokon át készültek a bonyhádi fellépésre, hogy minden rendben legyen. 30 éve, hogy megalakultunk, és ilyen rendezvényen mindig részt veszünk. Székelymesen mondó versenyeken, meg ezeken a fesztiválokon, meg elmegyünk kórus találkozókra. Igyekezzünk a hagyományokat ápolni, megtartani. Szeretnénk továbbadni, de nagyon nehéz. A mai fiatalságot nem nagyon érdekli ez, sajnos. Ezen törjük a fejünket, hogy hogy tudnánk oda csalogatni. Kicsikéket kell megfogni, az ovisokat. Az ovisok még lelkesek, és akkor, mikor, hogyha már meg tudjuk fogni, akkor ha kiskorba elkapjuk, akkor mikor nagyobbak lesznek, akkor is fognak jönni. A látványos felvonulást követően a bonyhádi kaszinókertben folytatódtak a programok. A színpadon egymást váltották a tánccal, zenével és énekkel bemutatkozó egyesületek. A Nemzetközi Folklór Fesztivál legfontosabb helyszíne már a kezdetek óta Bonyhád volt. Nagyon büszkék vagyunk mi bonyhádiak arra, hogy a magyarországi állomása, a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklór Fesztiválnak az Bonyhád, immár több mint 3 évtizede. Nem bonyolódnék bele, hogy pontosan hány alkalommal volt, hiszen például az elmúlt 2 évben nálunk sajnos elmaradt a járvány miatt a fesztivál, de 30. talán Bonyhádon, de 33. a sorban, 5 ország a résztvevője a fesztiválnak, és a magyarországi állomás, mint ahogy említettem, Bonyhád. Szeretjük, hogyha van ez a fesztivál, látjátok most itt a rendezvénytéren is nagyon jó a hangulat. Örülünk annak, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen méltó környezetben tudjuk most már megünnepelni ezt a fesztivált. És amit a tegnapi megnyitón is elmondtam, talán ez a legfontosabb üzenete az idei fesztiválnak, hogy pont a járványhelyzettel összefüggésben, hogy mindig azt arról beszélünk, hogy milyen fontos a hagyományt ápolni, a hagyományt megőrizni, továbbvinni, ami alapvetően ugyan a zenében, az énekben, a táncban, a viseletekben mutatkozik meg. De talán ennél még fontosabb, hogy ezeket a hagyományokat minél több emberi élő kapcsolat kösse össze és vigye tovább. És a járvány pont ezt vette el tőlünk, ettől fosztotta meg mindazokat, akiknek ez fontos, és ezért örülök szívből annak, hogy idén, ezen a hétvégén Bonyhádon is megrendezésre kerülhetett a fesztivál. A Nemzetközi Földrajzdiák Olimpián bronz minősítést ért el a bonyhádi Szekeres Panna. Multimédia teszt, írásbeli forduló és terepgyakorlat is várt a 4 fős magyar delegációra. Az egyetlen csapat feladat egy plakát elkészítése volt a vízszennyezés kapcsán, ezután pedig egyénileg értékelték tovább a versenyzőket. Szekeres Panna bronz minősítést ért el a Nemzetközi Földrajzdiák Olimpián. A bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumnak azonban nem ő volt az egyetlen olyan diákja, aki remekelt már ilyen versenyen. Ez a földrajzverseny most már néhány évtizede rendezik, összegyűjti az egész világról azokat a geográfia iránt elkötelezett diákokat, akik nem mellesleg a legtöbbet is tudják ebből a tárgyból, és ez alkalommal Párizsban került sor rá, virtuális formában, ugyanis minden csapat a saját országából bekamerázva, ellenőrizve oldotta meg a feladatokat a párizsiak szervezésével. És hát azt mondom, hogy vannak hagyományaink már, nem túl régi hagyományok, de volt már diákunk, Stein Ármin, aki rengeteget segített amúgy a felkészülésben.
aki annak idején egy ezüstérmet, illetve egy bronzérmet ért el Moszkvában, illetve Pekingben, és hát az ő mentorálása alatt, illetve egy kedves kolléganő, Túri Krisztina tanárnő angolból tanította Pannát, az ő segítségével, és jó magam együtt készítettük Pannát erre a versenyre, de én azt mondom, hogy ki lehet itt emelni a felkészítőket, de az az alázat, amit a Panna a versenyre való készülés során tanúsított, az ritka. Tehát hihetetlen. Fél évig jóformán ezzel foglalkozott, amellett, hogy persze csinált egy nem túl gyenge érettségit is, és hát tényleg olyan pontszámmal vették föl, amire nagyon büszkék vagyunk. Van hagyománya itt a gimnáziumban, egy olyan másfél-két évtizedes hagyománya a földrajzos versenyeztetésnek. Alapvetően az összes magyarországi versenyt kipróbáltuk, és csináljuk is. Épp most számoltam össze, hogy az előző tanévben 11 vagy 12 versenyen indultunk több kategóriában, és hát nagyon ügyesen szerepeltek a diákok. Ahogy szoktam mondani, és ezt hiszem, hogy földrajz az egész világ, hiszen nagy szükségünk van rá. Úgyhogy úgy nézett ki az egész, hogy ezekre a feladattípusokra készültünk. Volt ilyen multimédiás rész, az mondjuk ilyen, mint a Legyen ön is milliómos, csak egy kicsit földrajzosabb és kicsit még talán bonyolultabb. Volt a terepi rész, amire talán a legtöbbet kellett készülnünk, ez abból állt, hogy már előtte Ármin segítségével Panna kiment Bonyhádon terepre, egy kijelölt területet vizsgált, Szekszárdon vizsgált különböző területeket, majd Pécsre is elmentünk gyakorolni. Ennek az a lényege, hogy egy kijelölt területen milyen területfejlesztési ötletei vannak a jelölteknek. És azt mondom, hogy ezt azért ilyen 17-18 éves fejjel nagyon nehéz. Én bevallom, én 50 fölött vagyok, úgyhogy bár nem látszik rajtam, ugye mentálisan főleg nem, szóval, de nekem is nagyon össze kell szednem magam, hogy értékelhető dolgokat tudjak mondjuk erről leírni. Pannának kiválóan sikerült, az egyik legjobb terepet érte el. Ezen kívül pedig volt egy olyan rész, ahol feladatok voltak, részben esszély jellegű feladatok, illetve rövid választ igénylő feladatok, tesztek voltak, úgyhogy arra is külön pontot kaptak, és ebből a háromból állt össze a verseny. Az egész egy online fordulóval indult, ahonnan Panna a harmadikként jutott tovább a középdöntőbe, majd szintén harmadik helyen jutott be a döntőbe, ahol egy helyet javítva másodikként kvalifikálta magát a négytagú magyar válogatottba. A Nemzetközi Földrajz Diák Olimpián bronz minősítést értem el. Ez a verseny alapvetően Párizsban zajlott volna, hogyha a koronavírus nem szól közbe, így ugye mindenki a saját országából online módon csatlakozott be a versenybe. Mi igazából Pécsről, a Pécsi Tudományegyetemről jelentkeztünk be. A versenynek alapvetően három része van. Van egy multimédia teszt, egy írásbeli forduló és egy terepi forduló. A multimédia teszt az alapvetően egy ilyen quiz-szerű dolog, az írásbeli fordulóban pedig igazából kérdéseket tesznek fel és válaszolni kell rá, vagy röviden, vagy kifejtősebb feladatokkal találkozhatunk ebben a részben. A terepi forduló pedig egy adott területnek a fejlesztését igényli, tehát ez inkább a kreativitásra és a kritikai gondolkodásra fókuszál. Igazából a terepi forduló volt a legnehezebb, és ez is tetszett a leginkább, mivel ez az, ami magába foglalta azt az összes földrajztudást, amit itt a 4 év alatt a gimnáziumban megtanultam és elsajátítottam, mert itt ugye egy valós területet kell fejleszteni a földrajzból vett szempontok alapján, és szerintem ez az, ami ugye a való élethez valóban legközelebb áll. Magyar csapat volt, de a verseny maga az egyénileg zajlott, tehát mindenki saját maga nyert el azt az adott minősítést, amit elnyert ugye ezen a versenyen. Egy csapat része volt ennek az egész versenynek, ez egy plakát elkészítése volt, és ezt utána be is kellett mutatni. Ebben az évben a vízszennyezés volt a téma, és ugye mindenki a saját országáról kellett, hogy készítsen egy ilyen ismeretterjesztő posztert igazából. Mi a Duna és a Tisza műanyag szennyezéséről készítettünk egy posztert, hogy ez a szennyezés alapvetően honnan ered, és hogy hogyan lehet ezt a szennyezést leredukálni igazából. Bízok benne, hogy a jövőben is lesznek hozzám hasonló diákok, akik kipróbálják majd magukat ebben a versenyben, és rájönnek majd, hogy mennyire jó ez az egész, és egy ilyen versenyen részt venni.
Panna egyébként a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára nyert felvételt, ahol tovább fejlesztheti majd eddigi földrajztudását. Jó ütemben haladnak a felújítási munkálatok a Fáy utcai lakótelep környékén. A kivitelező a sérült útszegélyeket már kicserélte, a csatorna fedelek környékén maradt még némi aszfaltozni való. Több helyen új alépítmény került az utcaszakaszra, erre húzták fel a friss kopó réteget. Előreláthatóan 2 héten belül befejeződnek a Fáy utcai útfelújítási munkálatok. A kivitelező szerint már csak apróbb finomítások vannak hátra. Fáy András utcának a felújítási munkáinak a vége fele közeledünk. Múlt héten elkészült az aszfalt burkolatnak a cseréje, tehát a munka dandárja az megvalósult. Ez az utca ugye 450 méter hosszban újul meg, nagyjából 6 méter átlag szélességben. Ez azt jelenti, hogy durván ilyen 2800 négyzetméter felületen kap új aszfalt kopóréteget. Több helyen kicserélték a sérült elégtelen alépítményt, szakaszosan nagyjából 300 méter hosszban kijavítottuk a sérült szegélyeket. Amit most látok, egy olyan állapot, hogy nagyjából az utcában levő egy nagyjából 60 darab aknának a szintbeemelési munkái zajlanak. Ez úgy hozzávetőleg 1-2 hetet vesz még igénybe, amikor teljesen használatba vehetik a forgalmat. A kivitelezési munkákat igyekeztünk, meg most is igyekszünk úgy kivitelezni, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat, nyilván kisebb akadályokat képez, ezért köszönjük is a türelmet a lakóknak, de ugye a cél az közös, mert a végeredményen ők fognak használni egy kényelmesebb, komfortosabb utcát. A befejező munkálatok nem igényelnek gépi erőt, így ezeket már kisebb brigádok végzik majd. Most jelen pillanatban egy 5-fős brigáddal fejezzük be a munkákat. Egyébként volt itt olyan momentum, amikor szinte a teljes kész Kft. Legénységeit dolgozott, ez nagyjából fizikai állományban nézve közel 30 fősürget forgott itt az utca kivitelezése alatt, volt 3 ilyen nap. Ezek után most már nem nagyon lesz zaj, tehát a bontási munkákat elvégeztük, innentől már csak szinte emberi erővel végezzük a dolgokat. A kihívásokkal teli munka neheze már elkészült, az apróbb munkafolyamatokkal pedig hamar haladnak majd. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy itt a benti lakóépületekhez a megközelítés csak innen oldható meg, viszont a marás, illetve az épi aszfaltozási munkákhoz muszáj volt a teljes forgalom kizárása. Ez okozhatott egy kis kényelmetlenséget a lakóknak, de azt gondolom, hogy ez is zökkenőmentesen zajlott, és nagyon türelmesek voltak az itt lakók. Folyamatban a Nádasdi utcának a teljes burkolat felújítása, alépítmény cserével, járda felújítással, illetve ami még ez mellett megvalósul, a Vasvári Pál utcának a burkolat felújítása, amik még itt az ősz folyamán elkészülnek. A keretszerződésben 6 utcaszakasz felújítása szerepelt, ennek egy része a hamarosan megvalósuló Fáy lakótelep melletti. 24. alkalommal gyűltek össze a szarvasmarha tenyésztők a Tarka Fesztivál nyitó eseményén, az Agrárfórumon. A szakemberek véleménye szerint a takarmányhiány jelentős nehézséget okoz majd. Az idei 20. Tarka Fesztivált 2 esztendő után tudta megszervezni a város. A Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ötlete nyomán indult az a szakmai konferencia, melynek célja a tenyésztők információval való ellátása. Erre a rendezvényre épült rá a ma már 20. évfordulóját ünneplő Tarka Marha Fesztivál, mely az idők során Banyhádváros legnagyobb közösségi ünnepe lett. Az idei év nem találta rózsás hangulatában az állattartókat, hiszen az ukrán háború, valamint az aszályos időjárás komoly kihívások elé állítja a gazdákat. Éppen ezért volt kiemelten fontos, hogy ebben a helyzetben tiszta képet kapjanak a lehetőségeikről, mondta Kovács Mesterházi Zoltán, a Magyar Tarka Tenyésztők Országos Szövetségének újonnan megválasztott elnöke. Tejtermelés kezdjük ott, gyakorlatilag azért a tejtermelésnek a volumene, minősége az erősen takarmányfüggő. Most a takarmány előállítás pedig erősen időjárás függő. Ha még beleveszünk azt, hogy mondjuk erősen input függő is, azt, hogy mennyi kiegészítőt tudunk vásárolni a takarmányaink mellé, illetőleg a takarmány előállításhoz milyen mennyiségű mondjuk hűtrágyát, vegyszert tudunk biztosítani, akkor ebből látható a kép, hogy szintén nem egyszerű a helyzet. Gyakorlatilag a tejtermelés volumenét fenntartani jó minőségű takarmányozással lehet. Ha ez nincs meg, akkor a tejtermelés csökkenés, mármint a laktációs tejtermelés csökkenés azért az sajnos borítékolható. A húspiac az jelenleg a húspiacsal nincsenek gondok, tehát a hús marhának az átvételi ára az igazából jónak mondható, és még ez olyan, tehát az asszály miatt, takarmányhiány miatt viszont azért prognosztizálhat az, hogy több marha fog vágó hitra kerülni, mint még egy átlagos évben. Ezt az árakat visszavetheti, viszont ennek olyan szintű következménye van, hogy amikor ez lecseng,
akkor utána viszont szintén kevés lesz az állat. Tehát újra lesz egy felhajtó erő szerintem, hogyha már úgymond az állatállomány kivágások, hogy oda kerül, hogyha valami nem történik, de hát ahogy az országot járva és látva a takarmány növényeket, kukoricát, kaszálókat, tehát gyakorlatilag itt azért nagyon, nagyon súlyos takarmány problémákkal lehet szembesülni. Tolna megye az országos átlaghoz viszonyítva jó helyzetben van, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Látjuk azt, hogy az asszály mennyire sújtja az egész országot. Azon belül egyébként a mi térségünket kicsit kevésbé sújtja az asszály, mint mondjuk az Alföld nagy térségeit, hiszen ott szinte nem is beszélhetünk majd terméshozamakról. Ezzel szemben azért nálunk én azt gondolom, hogy egy erős közepes termés várható. Takarmánynál hasonló a dolog. Az Alföld nagy térségeiben nem lesz takarmány, illetve helyi módon nem elérhető. Nyilván ez nagyon nehéz kérdés elé állítja az állattenyésztőket, de hát reméljük, hogy ha átvészeltük ezt a nehéz időszakot, akkor utána azért kellemesebb időszak következik, és a kormány pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az asszály sújtotta gazdákat tudjuk kárpótolni. A kormányzat egy segélycsomagot állít össze az érintett gazdák megsegítésére. Ezt már előadásában Juhász Anikó helyettes államtitkár fejtette ki. Hát azt gondolom, hogy az itt levők mindannyian tudják, hogy az éri az ágazatot, hogyan érinti az ágazatot. Nagyon fontos az, hogy az állatállomány etetéséhez és túléléséhez mindent megtegyünk. Nem elég az, hogy az ukrán helyzet miatti gabona import, illetve az ukrán gabona export csökken, az asszály miatt nem csak talán azt gondolom, hogy az őszivetésű gabonáink azok többé-kevésbé rendben vannak, viszont a tavaszi kapás kultúráink is itt elsősorban az ágazat szempontjából azért a kukorica jelentős, ott nagyon súlyos káresemények vannak Magyarországon, de már azt gondolom, hogy a gyep területek is bőven-bőven érintettek, tehát az ágazat szempontjából ez az asszályhelyzet, ez a takarmányozási kérdéseket jelentősen befolyásolja. Mit tudunk tenni? Az asszályoperatív törzs hozott egy 5 pontos első segítségcsomagot, amelyben a termelők jövedelmi helyzetét próbáljuk amennyire lehet rendezni. Biztosítástól, hitelmoratóriumon át sok eleme van ennek, erről szerintem már számos kommunikáció volt. Kifejezetten a takarmány problémák enyhítésére egy külön támogatási konstrukciót dolgozunk ki. Ez egy 3 milliárdos keretösszegű támogatás, amely a takarmány szállítást igyekszik támogatni, és emellé a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával megyénként egyfajta kereslet-kínálati felmérést is társítottunk. Én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatás mellett a gazdák összefogása is kiemelkedően fontos ebben a helyzetben. A konferencia résztvevői a válságkezelés részleteiről, illetőleg a 2023 utáni esztendő koncepciójáról is tájékozódhattak. A tanácskozást követően pedig kezdetét vette a 20. Tarka Fesztivál, melynek részleteiről a jövő heti Bonyhádi Naplóban számolunk be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!